szóval a Rumini című könyvet, azt a nagylányomnak, Lilunak írtam karácsonyi ajándékként, mert még amikor óvodás volt, akkor találtam ki neki, és állandóan ezt kellett mesélni, mindig kérte, hogy minden áldott este Ruminit meséljek fejből. És hát azért Ruminit mesélni fejből nem olyan könnyű, mert hogy ennek nagyon fordulatosnak, meg izgalmasnak kell lennie. Úgyhogy azt találtam, hogy meglepődött karácsony estén, azzal, hogy leírok egy pár történetet, és akkor milyen jó, mert ő is fog örülni, hogy van új Rumini, és én is fogok örülni, hogy nem kell végre improvizálni. És akkor le is írtam, illetve hát elkezdtem írni a történetet, és menet közben mindig jutottak eszembe újabb és újabb dolgok. Tehát tulajdonképpen azt hittem, hogy csak néhány fejezetnyi mese lesz, de a történet az dagadt egyre inkább, ahogy minden fejezetben újabb és újabb dolgok jutottak eszembe. És amikor elkészült, akkor kinyomtattam, rajzoltam is hozzá, sajnos ez az eredeti változat, az első rész nincsen meg, de megvan az a rajz, amit a legelejére tettem, ahol bemutattam a szereplőket. Itt lehet látni, hogy itt van Rumini és Balikó, Sebestyén a kapitány, itt van Negró és Cincagi doktor, aztán Rudi Bandi és Roland. Próbáltam egyéniségnek rajzolni őket, de igazából én csak egyfajta egérfejet tudok rajzolni, úgyhogy eléggé kilóg a lóláb. Ajton és az ebéd, Frici, Sajtos Pedro és Dolmányos papa. És hát ebben az első részben Galléros Fecó még nem szerepelnek. És hát ugyanezek a figurák népesítették be a mesekönyvet is. Sajnos ezt most nem találtam meg, de meg tudom mutatni a második részt, mert amikor megkapta Lilo az első részt karácsonyra, és elkezdtük olvasni, több napig tartott, mire a végére értünk, akkor utána azt mondta, hogy anya, jövőre is Ruminit kérek. És időközben aztán meg is jelent a könyv, de a második részt én a következő évre már megírtam a Lilónak karácsonyra, úgyhogy az így nézett ki. Itt van Rumini Zuzmar a gyarmaton, egy általam rajzolt fekete sirály előtt Ruminivel, rá van írva szerzőként a Lilónak anyától, és ebben nem is volt már több rajz, hanem ha megnézitek, egyszerűen csak kinyomtatva A4-es formátumban. És akkor ezt elolvastuk együtt. Az első Rumini történetnél a szélkirálynő kelet felé megy Televárba. És aztán jött az ötlet, hogy amikor a következő sztorit írtam, hogy na, akkor most menjenek észak felé. Aztán persze a következő résznél már egyértelmű volt, hogy megint egy másik égtáj legyen, úgyhogy akkor mentek nyugat felé, ez volt a Rumini és a négy jogar. Aztán a Datolya parton van dél felé, tehát a szélrózsa minden irányába mentek. És miközben elkészült már 4-5 könyv, sőt már a 6. is, már a színdarab is megvolt, akkor adódott az ötlet, és olyan sokan szeretik, hogy készüljön egy társasjáték. Na de a társasjáték az nyilván úgy izgalmas, hogy az összes ruminis helyszínre el lehet jutni. Úgyhogy most először szembesültem azzal, hogy na akkor kellene egy rumini világtérkép, ahol minden helyszín látszik. És ez lett a társasjátéknak az alapja is. És hát ez már egy sokadik vázlat, amit kézzel készítettünk. A társasjáték kedvéért középről indul a játék, tehát itt van Egérország. És akkor errefelé van Batva-sziget, illetve Ragacs-tenger, itt a sárkányszoros, ahol el kell jutni, és akkor itt kelet felé van Televár. Az Uzmara gyarmat az fönt van északon. A fényvizek azok még távolabb hátrafelé, úgyhogy ez már sajnos nem fér fel a világtérképre. De a négy jogar helyszín, az Aranytenger és a Hódszövetségnek a szigetei azok itt láthatók. És délen pedig a Datolya parti helyszínek. Sőt, aztán beleraktam még olyan szigeteket is elszórva mindenfelé, amik a Galléros Fecó naplójába szerepelnek. És hát aztán érdemes összevetni azzal, hogy egy ilyen hevegyészet rajzból milyen gyönyörűséges, színes csodát csinált Kálmán Anna, és a társaságnak az lett az alaptáblája. A legelső Rumininél az utolsó pillanatban ment a könyve nyomdába, tehát már megmondták, hogy nem fog elkészülni a könyvhétre, hogyha a másnap reggel nem kezdik el nyomtatni. Tehát nem volt appelláta. Én megrajzoltam a térképet, már minden meg volt, csak az előzékből hiányzott a térkép. Anna az utolsó pillanatban estére fejezte be, nekem is elküldte beszkennelve. Én nagyon elégedett voltam, megmutattam az apukámnak is, aki mindig mindent szeret megnézni és elolvasni.
És az apukám éjfél után felhívott engem, az éjszaka közepén. Édes kislányom, te nem vagy normális, merre van kelet és merre van nyugat? És kiderült, hogy miközben én mondogattam magamban ezt, hogy előttem van éjszak, hátam mögött dél, jobbra a nap nyugszik, balra a nap kél, hát összekevertem, mert hogy balra a nap nyugszik, jobbra a nap kél. Úgyhogy utána éveken át valahányszor elkészült a térkép, amit én rajzoltam, mindenki elmondatta velem a verset, hogy jól emlékszem, és tudom, hogy erre van kelet és nyugat.